Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Berettyóújfaluval játszik a bronzéremért az A Stúdió Futsal Nyíregyháza. A következő szezonban is a Kékcápáknál játszik Bonifert Bendegúz. 8 U12-es csapat lépett pályára a Kocsis Sándor Kupa fehérgyarmati tornáján. 2 győzelemmel ment tovább a PVSK U23 ellen a nyíregyházi kosársuli. Befejezték a szezont az Aqua SE országos bajnokságban szereplő csapatai. Az alapszakasz 4. helyén zárta a felsőházi rájátszást az NB1-ben az A Stúdió Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese így a Berettyóújfalunál vív 3 nyert mérkőzésig tartó párharcot a bronzéremért. Őszintén mondom, ha az előző 3-4 szezon nézzük, amióta itt Nyíregyházán futszalról beszélhetünk, folyamatosan erőn felül teljesít a csapat. Ugye ezt korábban is mondtam, hogy minden évben bajnokságot ugorva, illetve szintet ugorva, most ebben az évben azt tűztük ki célra, hogy ha lehetséges, akkor az első 6 hely a felsőházi rájátszás valamelyikét tűzzük ki. Ez ideje korán már sikerült, úgyhogy innentől kezdve majdhogy nem minden mérkőzés ajándék, de azt látni kell, hogy itt ugye a legjobb csapatok vesznek részt, és ezért is megsüvegendő, hogy 2 csapatot meg tudunk előzni, és a 4. helyen fejeztük be a felsőházi rájátszást, és mondhatnám azt, hogy jön az örömfoci vagy az örömfutszal, amikor is éremért fogunk játszani, a papíron jóval esélyesebb és jobb erőkből álló Berettyóújfalu ellen, de nem feltartott kézzel lépünk a pályára, és szeretnénk történelmet, még nagyobb történelmet írni azzal, hogy nyíregyházi futszal csapat érmet szerez egy bajnokságban, de még egyszer mondom, nem lesz könnyű. A rájátszás előtt beszélgetünk, akkor azt mondtad, hogy nehéz meccsek várnak majd a csapatra. Lement a 10 mérkőzés, mondhat egy mini bajnokság. A 4. helyen zártatok, van még hátra egy bronz párharc. Összességében mennyire vagy elégedett ezen a 10 meccsen szerzett pontszámmal és látott játékkal? Igen, ez így van, tehát nagyon nehéz meccsek voltak, és rendkívül jól kezdtük a rájátszást, hiszen 4 fordulat lényegében majdnem eldöntöttük a 4. pozíció sorsát, mert az volt a célkitűzés, hogyha felsőházba jutottunk, hogy akkor a 4. helyet valahogy szerezzük már meg, és akkor egy bronzcsata kinézhet. Hát ez így lett, és nagyon örültünk neki, mert azért a fiúk, ez már ilyen extra teljesítménynek mondható, mert 5. helyen érkeztünk meg a rájátszásba, és onnan azért egy pozíciót sikerült feljebb lépnünk. Ez mindenképpen egy óriási teljesítmény volt a játékosoktól, voltak benne nem várt pozitív meglepetések is az elején. Utána viszont itt a vége fele azért az utolsó 2 meccs ez nem úgy sikerült, de nem vagyunk elégedetlenek. Az utolsó 2 meccsen talán a mutatott játék egy picit ilyen megvan a 4. hely, és akkor már leengedtünk című fejezet, de nagyon bízom benne azért, hogy a bronzcsatára összekapjuk magunkat. Az érmek sorsa még nem dőlt el, de egy helyezés, egy sorrend már megvan a rájátszás követően. Reális az egész mezőnyt figyelembe véve? A mi pozíciónk több mint reális. Szerintem ez egy, még egyszer mondom, ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény, és nem várt teljesítmény tőlünk, hiszen második éve vagyunk NB1-be, és egy 4. helyet azért megkaparintani akármilyen bajnokságban szerintem egy nagy dolog, egy jó dolog, és nem ez volt az elvárás az volt 2023 nyarán, hogy a felsőházba kerüljünk. Így azt tudom mondani, hogy a mutatott játék alapján viszont úgy gondolom, hogy reális helyen vagyunk, hiszen mind a Deac, mind a Veszprém fölé nőttünk, és jól kaptuk el a felsőházat, és ennek köszönhető a bronzcsata. 3 nyert mérkőzésig tart a bronzpárharc a Berettyóújfalu ellen, milyen esélyekkel? Az utolsó meccsből indulunk ki, akkor nagyon kevés esélyünk van, hiszen Berettyóújfaluval a utolsó bajnokin egy nagyon nagy mértékű zakót kaptunk, ami nem volt bekalkulálva, sőt nagyon nem, tehát így mi nem láttam a csapatot játszani. De van 2 hetünk, hogy rendezzük a sorokat, és mindenkinek a kis fejébe rendet tegyünk, mert azért voltak rengeteg koncentrációs probléma. De Berettyóújfalut nem kell bemutatnom. Mi jól számoltuk, ők 10 éve folyamatosan döntőt játszottak, és torony magas esélyesei ennek a párharcnak, ők nagyon sok ilyen csatát megéltek már, nekünk ez az első, hogy éremért tudunk játszani. Annyit megígérhetek, hogy nem feltartott kezekkel fogjuk őket fogadni itt se, illetve Berettyóújfaluba se úgy fogunk kimenni a pályára, megteszünk mindent. Ez a 3. hely, hogyha létrejönne, az nem is tudom, ilyen nagyon nagy
elismerés lenne a csapatnak, illetve egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon nincs benne most a levegőbe, de én tartom annyira motiváltnak a játékosokat, hogy most rendezzük a sorokat, és úgy fognak kimenni a pályára, hogy mindent megtesznek. Ha pedig nem sikerül, akkor is mindenki legyen rájuk büszke, mert azért nagyon nagy eredményt értünk el. Tényleg mindenki az a végjátékokban, már itt a rájátszásban, ami maradt benne tartalék, kiadta magából. Megpróbáljuk őket frissíteni, illetve fejben is összekapni a társaságot, mert most azért van mit megbeszélnünk, de örülnénk neki persze, tehát nem úgy fogunk kimenni a pályára, hogy ez már biztos, hogy eldőlt, hanem megpróbáljuk, és lesz, ami lesz, és bízunk benne, hogy a pünkös hétfői mérkőzésre nagyon sokan kilátogatnak és buzítanak minket, mert nagyon fontos lenne, hogy egy jó hangulatú mérkőzésen egy pár harcot legalább megnyerjünk ebből a három meccses vagy öt meccses szériából. Akár az egész szezont, akár a rájátszást nézzük, lehet azt mondani, hogy a csapat erőn felül, egy várakozáson felül szerepelt, de hogyan ítéled meg a szereplés, és minek köszönheti ez a negyedik helyezés, ami már biztosan megvan. Elsődlegesen az volt a szezon előtt a csapatnak a célja, hogy a felsőházi rájátszásba legyünk ott. Ezt úgy gondolom, hogy megérdemelten teljesítettük. Utána úgy vártuk neki a felsőházi rájátszásnak, hogy hozzuk ki abból a maximumot, hogyha lehet, akkor próbáljunk meg odaérni a legjobb négybe. Szerencsére ez voltak olyan mérkőzéseink, amivel ez hál' Istennek sikerült. A csapat tudjuk, hogy milyen a pályán kívül. Mindkét területen úgy gondolom, hogy jó a csapat összhang, jó a csapat morál, és valószínűleg a csapat összhangnak is köszönhetően értük el ezt a negyedik helyezést. 3-1 biztosan, de akár még 5 meccs is várhat a csapatra, a berettyóújfalui bronzpárhazban. Mennyire vagytok motiváltak? Szeretnénk bebizonyítani, hogy méltóképpen vagyunk ott a legjobb négyben. Próbáljuk megnehezíteni a berettyóújfalu dolgát, amennyire csak lehet. Az biztos, hogy nem fogjuk könnyen adni a bőrünket, és az utolsó másodpercig küzdeni fogunk minden mérkőzésen. Szerződés hosszabbított Nyíregyházán Bonifer Bendehúz. A kék cápák 2 méter magas, 25 esztendős kosarasa, csapata valamennyi mérkőzésén pályára lépett az elmúlt idényben. Tavaly érkeztem, az annyira nem volt sikeres szezon, de utána nagy reményeket fűztem a következő szezonhoz, és így is indultunk neki. Sajnos kicsit várakozáson úgy teljesítettünk a szezon elején, erre senki sem számított, mi se, de nyilván ezt nem így terveztük. De utána szerintem az a csapat megmutatta, hogy van karakterünk, minden játékos megmutatta, hogy van karaktere, és nem véletlenül hozták ide. És úgy gondolom, hogy utána már a januártól kezdve a szezon második felében azért bizakodóak lehetünk annak a teljesítménynek a tudatában, hogy ott azért oda tettük magunkat, és bárkire veszélyesek tudtunk lenni. Nyilván a playoffban ott már úgy mentünk be a playoffba, hogy bármi lehet innentől. Szerintem ezt meg is mutattuk, hogy egy MAFC-a gyakorlatilag már majdnem az első két meccsen el tudtuk volna dönteni a találkozót. Sajnos ez nem így sikerült. Utána szerintem tisztesen helytáltunk a maradék meccseken, és szépen tudtuk lezárni az évet. A saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett, te is feljavultál a bajnokság második félre, sőt a play-offban gyakorlatilag megduplázod a pontjaid számát. Az értékindexet, a játékperc is sokkal több volt. Így van, hát én is azért keresgéltem magamat még az első felében a szezonnak, ugyebár én is azért sérülésből jöttem vissza, 2 éve ütötték a térdemet, tehát onnantól idő volt, amire visszaszokok rendesen a játéknak a menetébe. Ez a tavalyi évem, ez nagyjából arról szólt, hogy fizikálisan visszajövök, és most úgy tűnik, hogy a szezon eleje meg arról szólt, hogy ezt a játék visszaszokásba is így legyen. Utána pedig Merim megtalálta a helyemet a csapatban, hogy hol lehet legjobban használni, és szerintem ennek volt köszönhető utána már a jobb teljesítmény. Azon játékosok egyike vagy, aki marad a legutóbbi keretből Nyíregyházán, volt egyáltalán kérdés? Nyilván tetszett, amit felvázoltak, tetszett, ahogy befejeztük a szezont, jó hangulatban, jó csapat légkörrel, mindennel, és az, hogy ezt tudjuk tovább folytatni, ezt a munkát jövőre is, ez tetszett nekem is, tetszik a város. Párommal megtaláltuk itt a helyünket, úgyhogy igazából nem olyan volt kérdés. Ha már a párodról szó esett, akkor nem csak a folytatásra készülsz Nyíregyházán, hanem az apa szerepre is, hiszen hamarosan gyarapodik a család, mekkora a készülődés, a várakozás, az izgalom.
Így van, hát feleségemmel most várjuk a kisbabánkat, egy hónap múlva fog születni, úgyhogy most már tényleg nagyon a finishben vagyunk. Nagyon nagy az izgulom, de inkább ez csak egészséges izgulás, várjuk már nagyon. Hat magyar és két határon túli U12-es futballcsapat részvételével rendezték meg a Kocsis Sándor Kupa fehérgyarmati tornáját. Az ötletgazda korábbi barcelonai főkonzul Kovács Barnabás volt. Amikor kikerültem Barcelonába a főkonzulátusra, akkor nagyon sok időt és energiát szenteltem az ottani megfordult magyar labdarúgók emlékének ápolására. Kubala Lászlóról, Cibor Zoltánról és Kocsis Sándorról van szó, és Kocsis Sándornak a születésének 90. évfolyam 2019-ben egy emlékévet szerveztem, amit mindig el szoktam ezt a történetet mondani, hogy bementem az FC Barcelona elnökéhez, de hát ez most innen a fehérgyarmati pályáról elég szürreálisan hangzik, főleg úgy, hogy a május 14-ére jártam iskolába, de ezzel csak azt tudom mondani minden gyereknek, hogy ha tanul, elég messze eljuthat. Tehát a gyerekeknek az az üzenetem, hogy tanulni kell, és az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Visszatérve pedig a Kocsis Sándor kupára, bementem az FC Barcelona elnökéhez, és akkor mondtam neki, hogy szeretnék egy emlékévet rendezni. 90 éves lesz az idén Kocsis Sándor, és az apropója pedig az, hogy a labdarúgó VB gólkirályok listáját átvézni az FC Barcelonának. Tudtad-e, elnök úr, hogy hány gólkirály fordult meg az FC Barcelona? Ez a kérdés az, és a Madridnak hány van? Ugye ez az állandó vetélkedés FC Barcelona és a Real Madrid között. Van a Madridnak 4, Inter Milánnak 4, az FC Barcelonának 5, és az az egy, amivel több, az a Kocsis Sándor. Elnevette magát, azt mondta, hogy rajta csináld, és akkor ennek köszönhetően a királyi palotába eljött az elnök is, ami egy nagyon nagy dolog, hiszen akkor a világ legnagyobb költségvetési klubjáról beszélünk. Ott volt 2,5 órát, és az ünnepségen túlmenően Kocsis Sándornak szobrot avatott a Budapest főváros a Fradi pálya mellett. Ezt én kezdeményeztem a javaslatomra, Tarlós főpolgármester úr támogatta nekik, egyébként Kocsis Sándor volt a kedvenc játékosa, és többek közt könyvet adtunk ki, a Bodnár Zalán tollából, Szőlősi György támogatásával, sportújságíró, Magyar Sportújságíró Szövetségének a támogatásával is, hát egy egész tartalmas emlékévet. És ennek az emlékévnek volt az egyik nagyon fontos eleme U12-es korosztályban, azért ebben, mert még ők nem nagy pályán játszanak, amatőr csapatoknak szántuk ezt a gyerektornát, hogy kisebb településekről is tudjanak nevezni, tehát nem kell hozzá sportegyesület, összeállnak 7-en, 8-an, 11 településről, és azt mondják, hogy akkor ők Nábrád, mondjuk, teljesen véletlenül, vagy Vilata, vagy Nagyszekeres, vagy Fehérgyalmat, és akkor elindulnak ezen a tornán. Kárpátalján rendeztünk ott több mint 300 gyerekkel egy nagyszabású tornát az első évben, meg Magyarországos, a döntő az a Népligetben volt, ahol a Fradi akkori edzője Rebrov is eljött, megnézte. Aztán úgy döntöttünk, hogy a Covid miatt ugye kiesett a 2020-as, 21-es év, viszont szeretnénk ezt tovább vinni, attól függetlenül már nem köthető konkrét emlékévhez, és ez a negyedik Kocsis Kupa. Ezeknek a selejtező tornái az ország különböző pontja, első fehérgyarmat, teljesen véletlenül, hát most fehérgyarmaton kezdünk, lesz még reményeink szerint Mosonmagyaróváron, Megyaszón, Ózdon, aztán még mi néhány helyen, és akkor június 2-án lesz az országos döntő, tehát a fehérgyalmati rendezvénynek a győztese, az bekerül a június 2-i országos döntőbe, és aki ezt megnyeri, egyébként tavaly a Deák második volt, hajszálon múlott, hogy nem kerültek, tehát nem ők lettek a győztesek, mert a győztes meg részt vehet a Barca Akadémia Budapest kupán, ami augusztus végén lesz, és ott már olyan csapatokkal játszhat, mint az FC Barcelona, Girona, Partizan Belgrád, Hellas Verona, Ausztria Wien, Slovan Bratislava, tehát így nagyon veretes nemzetközi névsor
csapatok jelentkeztek arra a kupára, tehát adott esetben elképzelhető, hogy Nábrád, Milota, Fehérgyalmat, Nagyszekeres csapata, Vásárosnamény, tehát ők eljuthatnak idáig, hogyha éppen úgy alakul, és utána, ha véletlenül mégsem így alakul, akkor sem történt semmi, hiszen egy nagyon érdekes, tartalmas napot fognak itt tölteni. A Kocsis Sándor emlékét még ilyen roll-up kiállítással is megemlékeztünk annak idején róla, és ez a roll-up kiállítás ott látható a pálya mellett, 12 rollabban az élettörténetét bemutatjuk, 3 nyelven, magyarul, spanyolul és katalánul. A tornát végül a Nagyváradról érkező Juventus nyerte, így ők jutottak az országos döntőbe. A második helyen a fehérgyarmati Deák Ferenc általános iskola együttese végzett, a harmadik helyet pedig a Nábrád szerezte meg. 2 győzelemmel jutott túl a PVSK U23-as csapatán a nyíregyházi kosárlabdásori Farkasinszky Gyuláni együttese hétfőn este 27, kedden délelőtt pedig 23 ponttal vert ellenfelét. Olyan programok voltak ugye Pécsnek, mint nekünk, ami nem tette lehető, hogy különböző hétvégeken játsszuk le ezt a mérkőzést, és a Pécs volt annyira gentleman, hogy ő úgy döntött, hogy ők egy kicsit jönnek Nyíregyházára kirándulni, és lehetszek a mérkőzést. Ez látszott egyébként az eredményeken, hogy nekik nagyon sok az utánpótláskorú játékos, még több, mint nekünk, és így szinte minden mérkőzésüket ilyen hasonló arányban bukták az utóbbi időben, és úgy gondolom, hogy ezzel nekünk tettek egy szívességet, hogy nem kellett Pécsig utaznunk. Igen, tehát hajléknak hasonlóra számítottunk, bár egy kicsit komolytalan lett itt a végén ez a játék, már mind a két csapatban kicsit szerintem enneváltan, fásoltan tudta lesz a második félidő, de ez azért van, tehát ez azért egymás utáni két mérkőzés, főleg úgy, hogy tegnap a Pécs beleszaladt ugye az M3-oson egy óriási nagy balesetbe, és nem tudtuk a mérkőzés a két óra akkor elkezdeni, és egy kicsit azért is szoros a sikeredet. Ezzel a sikerrel eldőlt, hogy a 13. 14. hely lesz a következő párharc szétje. Megint jön egy kis országjárás, hiszen Zalaegerszeggel kerültetek össze. Igen, tehát mi itt az elején, amikor ugye itt a helyezések kiderültek, hogy ki melyik helyen fog végezni itt az alapszakaszban, akkor ugye az sajnos már látszott, hogy nekünk nem egy könnyű útunk lesz a következő mérkőzéseken, ugye az erőviszonyokat mindent figyelembe véve, már reménykedtünk, hogy a törekvés megfogja az Zalaegerszeget, de nem sikerült. Így ugye mi itt az utolsó 4 mérkőzésünkön egy ilyen Sopron Gyíros Akadémia Pécs Zalaegerszeg 4-essel találkoztunk, ami azért úgy gondolom, mint az év végére, főleg itt, hogy érettségiző gyerekek vannak, azért az egyetemen is ugye záróvizsgák vannak, ZH-kat írnak és vizsgáznak, tehát kicsit ez így húzós, hát meglátjuk. Most megpróbálunk még 2 alkalommal, tehát 2 időpontban megállapodni az ellenfél, aztán meglátjuk, hogy jövünk ki belőle. Reméljük, hogy hasonló. Jó, ha nem, akkor ugyanúgy játszunk 2 mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a 13-14 helyen játszunk, az egy szép teljesítmény. Itt évvelején azért ezt már borítékoltuk volna, hogyha nekünk ezt mondja valaki, amikor ott alakulóban volt a csapat. Szépen összeérett a csapat az étvéz évvégére, és aztán meglátjuk, hogy most 13-14 lesz. Gyorsan egymás után majd játszottatok 2 meccset a Pécsel, 2 nagy különbségű győzelem volt a vége. Milyen volt a pályán ez a picit szokatlan párharc? Az elején mindkét csapat próbálta megtalálni azt, hogy hol tudná felülmúlni a másikat. Váltottunk zónavédekezéseket, 1-2-2-t, 1-2-3-t és az emberfogást, és a második fél időre mindkét meccsen sikerült felülrölni a Pécset. Az első, hogy a második meccsen sokkal jobban dobtak kintről, igazából ez adta meg a meccsnek az alapját, és ahogy ők elfogytak, úgymond, mert hogy kevesen is voltak, meg mi ki tudtuk használni magas emberénket, így alakult ki a különbség. Te hogy érezted magad a pályán, ugye ezekben a napokban nem csak a kosárlabdára, hanem az érettségére is koncentrálnod kell? Nagyon jó érzés volt visszajönni a pályára ennyi sok tanulás után, meg bentülés után, és újra szabadon dobálgatni a csapattársaimmal együtt, poénkodni, együtt játszani, szóval igazán felemelő érzés volt. Nem lesz játékban, edzésben hiány, hiszen mész majd az U20-as válogatotthoz, hogy néz ki a nyári programod? Május 29-én megyünk Székesfehérvárra, és azon a héten nem, de az utána lévő hetekben már edzőmeccseket is játszunk. Egyszer megyünk Lengyelországba, meg Székesfehérváron is fogunk több edzőmeccset játszani, és ez egy 6-7-es felkészülés, és utána ez egy litvániai EB-vel együtt fog lezárulni.
Az már köztudott, hogy ugye távozó Nyíregyházáról, hogyan készülsz a budapesti életre? Lakhatást próbálok keresni, úgy néz ki, hogy van, a barátaimmal próbálom megbeszélni, hogy néz ki a jövő év, szóval izgalmas, és nagyon várom már. Befejeződött a szezon az Akva Ese országos bajnokságban szereplő csapatai számára. Az elmúlt hónapokat Hatvani Péter edző értékelte. Kijelenthetjük, hogy a gyermekcsapatunk Édesold kollégámmal nagyszerű munkát végzett egész szezon során. Nagyszerű mérkőzéseket játszottak, és most a végén az utolsó fordulóba a Sopron ellen játszották a szezon egyik legjobb meccsét, és biztató jelekkel várjuk a következő szezont. Hanyadik helyen végzett a gyermekcsapat? A gyermekcsapat a B csoportnak az ötödik helyen végzett, ami nagy előrelépés, hiszen az előző szezonban a D csoportban voltunk, tehát ugrottunk föl két csoportot, és nagyon büszkék is vagyunk a srácokra. A serdülő csapat szakmai munkáját te irányítottad, ti milyen szezon tudhattuk magatok mögött? A serdülő csapattal lehetett volna jobb is a szezon, azonban volt pár olyan dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Így a tabellán a negyedik helyen voltunk, illetve szeretnénk majd a következő szezonban ezt kijavítani, ezt a csorbát. Azonban nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a mostani 2007-esek korosztályt fognak ugrani, így a 2008-asokon lesz majd a főszerep. Hogyan szerepelt az ifjúsági csapat, amelyet szintén te irányítottál? Az ifjúsági csapatban létszámhiánnyal küzdöttünk egész év során. A feljátszó, serdülő játékosok alkotta együttes. A várakozásoknak megfelelően teljesített. Ők is a B csoportban, viszont a hatodik helyen végeztünk, ami szintén előrelépés számukra is, hiszen ugyanúgy kettő csoportot ugrottak fölfele, azonban szerintem még lehetett volna jobb is. Viszont így sem vagyunk elégedetlenek, tehát azért örülünk ennek a szereplésnek is. Elmítetted a létszám, hiányt ennek mi az oka? A létszámunk igazából még a régi időkből jött, tehát még amikor Sóston edzettünk kint. Amióta a városi úszodában vagyunk, egyre többen vagyunk a kicsiknél, viszont a 2005-ösök, akik most öregedtek ki, igazából még a régi sóstói időszakokból jöttek, és ez miatt volt a nagyobb létszámhiány. Viszont ahogy építkezünk fölfele, úgy látszik, hogy azért ez az ifi csapat is majd egyre jobb lesz az idők múlásával. Egy dolog az eredmény, amelyeket említettél, a másik pedig az, hogy mennyit fejlődnek egy-egy év alatt a játékosok. Ezen a téren mi a helyzet? Ugye a serdülő játékosok minden hétvégén kettő mérkőzést játszottak, ami nagy erőpróba volt, és ezáltal fejlődtek is egész szépen. A 2006-osok belerázódtak a mostani szezonban az ifi bajnokság légkörébe, és a következő évben a 2006 és 2007-es születésű játékosok már együtt fognak játszani egy mérkőzést, ami alapján bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy minél jobb eredményt érjünk el majd a következő szezonban az ifi bajnokságban. A meccseknek vége, de maradnak-e még esetleg levezető edzések, együtt lesznek egy darabig? Június 21-ig fogunk majd edzeni, tehát még van levezető edzés, viszont én kijelentettem a srácoknak, hogy innestől nem áll meg a munka, és készülünk a következő szezonra, tehát nincs az a teljes leállásunk. Azonban majd június 21-én elmegyünk pihenőre, mindenkire ráfér, és majd júli 29-én fogunk újra kezdeni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.